Ha fel akarunk dobni egy heti napos filmestét, nos arra van egy receptünk, egy házi praktikánk. Elmegyünk Pásztor Erzsihez, vagy ahogy a félország hívja, Janka nénihez, és csinálunk vele egy rövid interjút. Ezt tette a múltkor néhány héttel ezelőtt Dézsi Zoli is, amikor a magyar panelházakról forgatott, és mint a panelek legismertebb lakóját természetesen megszólaltatta Pásztor Erzsi művésznőt. A recept természetesen működött. Akkor megígértem egyrészt önöknek, de ugyanúgy a művésznőnek is, hogy itt az ideje, hogy végig kísérjük egy teljes napon, és az is nagyon érdekelt minket, hogy a Janka néni szerepéhez hűven bekaphatunk-e vele egy felest a forgatás szünetében hátul a paravánok mögött. Már előre szólok, hogy ebben a riportban az ország Janka nénie megint nem bír magával, és felemeli az italos üveget. Azt most megiszom. Na de addig még eltelik jó sok idő. Most alig múlt hajnali 6 óra, de mi már Pásztor Erzsi angyalföldi lakásához tartunk, nem ok nélkül, ő ugyanis tényleg kora reggeltől tesz-vesz. Pásztor Erzsi reggel 6:30-re kért oda magához bennünket, mert hogy reggel 7-re már fodrászhoz megy. Azt hiszem ez is mutatja, hogy a művésznő 80 fölött is kellően aktív életet él. A művésznő 6:29-kor, vagyis egy perccel a megbeszélt idő előtt ki is lép a kapun. Röhögnek rajtam, ugye? Dehogy is, nem. Amúgy nem csak azért jár ilyen korán fodrászhoz, mert hajnalban kell, hanem azért is, mert az 5. kerületben, ahová megyünk, sokba kerül a parkolás. De csak reggel 8 után, addigra meg végez is. Majdnem 40 esztendeje jár ide, ugyanahoz a fodrász hölgyhöz. Egyébként Pásztor Erzsi édesanyja fodrász volt. Ő tanította meg arra, hogy a hajnak mindig rendben kell lenni. Óraműszerű pontossággal 3 hetente jár ide. Sokszor kérdezték a barátaim, most miért mész fodrászhoz, hát teljesen jó a hajad. Mert letelt a 3 hét, és kell, mikor már festettem, ugye? Hát mindig is festettük, ugye? Igen. Még nincs 9 óra, amikor elkészül az új frizura. Mielőtt visszamennénk Angyalföldre, Pásztor Erzsi még beugrik egy közeli kávézóba, hogy trécseljen egy kicsit barátnőjével, a Madách Színház művészével, Bajza Viktóriával. Én meg fülelek. Én itt hallgatózom a képművésznél, amióta kihozták a kávét, csak és kizárólag színházi dolgokról beszélgetnek, úgy látszik, hogy ez szakmai ártalom. Hamar kiderül, hogy Pásztor Erzsi legjobb barátnői Menszátor Magdolna, Zsurs Kati és persze Bajza Viktória. Utóbbi azt is elmondta, hogy miért vannak ők olyan nagyon jóban. Olyan, mint a pótanyánk, mert mindig kapunk tőle, mi össze szoktunk járni úgy havonta, 2 havonta, és akkor Erzsike csodálatos evéddel fogad minket, és ott mesél különböző történeteket, és van olyan helyzet, amikor nem is tudjuk abba hagyni a nevetést, mert olyan édesen adja el, és olyan poénokat mond, hogy az ember nem tudja megállni, hogy ne nevessen. Amúgy ők ketten a színpadon ismerkedtek össze még 1984-ben. Pásztor Erzsi abban a bizonyos Fészekalja című darabban Tolnai Klári lányát játszotta. Míg Bajza Viktória az ő lánya volt. Van olyan ember, aki felmegy a színpadra és ledobja a színpad. Erzsike felmegy a színpadra, még ha ekkora szerepe is van, mint a Medvében, az övé a tejföl. Tehát olyan kisugárzása van, olyan színésznő, hogy bejön, levegője van. Tehát amit mondanak, hogy a plusz az X faktor, ami most divatos, hogy Erzsikében 3-szoros X faktor van. És nem csak színpadi játékban, hanem mozgásban is. A kávé alig fogy el, és már rohanunk is vissza a lakásba Angyalföldre, hogy megmutathassa kedvenc elismerését, a Kossuth díjat. Minden reggel köszön ennek a szobornak. Ahogy mondja, üdvözli Lajcsit. Ezt megfogja, és ez a kicsi érme, aminek ez a Kossuth Lajos rajta, ez aranyból van. És ezt is megszoktam, néha kinyitom, megnézem. Mert szeretem őt, Lajcsit nagyon szeretem. Hogy mennyire megérdemelte a Kossuth díjat, azt az életrajza is jelzi. 100-nál több színdarabban játszott az elmúlt 60 évben, és majdnem ugyanennyi filmben. Amúgy a főiskolán annak idején a Lumpácius Vagabundus című darabban vizsgázott, amelyet Szinetár Miklós rendezett. Ez a koronaszerű fejdísszel mosolygó hölgy az ifjú Pásztor Erzsi. Tanára és első rendezője Szinetár Miklós megfázással küszködik, de telefonon azért elértem. Azt kérdeztem tőle, hogy lehetette a fiatal a diáklányon látni, hogy lesz belőle valami. Hát nagyon is lehetett látni, mert egy ragyogó tehetség volt. Ő az első osztályomba járt, és hát a kedvencem volt. Hát egy színes, érdekes, mindig humoros, és mindig humánus
Ez a Lumpacius Vagabundus egyébként, ez volt az Odri Színház megnyitója, ez volt a legelső előadás az Odri Színházban, és hát ott is villogott az Erzsi, szóval ragyogott. És ez a ragyogás azóta sem múlt el. A szerkesztőségben mi is nagyon szeretjük őt, így András egy kis ajándékot is küldött neki. Édes, drága művésznő, eredetileg úgy terveztem, hogy oda megyek és személyesen kocintok önnel, nagy vágyom teljesült volna valóra, de Zolinak, Dési Zolinak a forgatási napja pont egy olyan napra esett, amikor nekem dolgom van, el kell utaznom, ezért kitaláltam a virtuális kocintást. Ezt el fogom küldeni művésznőnek, ez egy Erdélyben vásárolt, ott áfonya pálinkának mondják, de inkább ilyen kontyalávaló ez. Áfonya likőrszerűség. Ezt egy kicsit feldobom, tehát teszek bele ebbe az áfonya likőrben vodkába áztatott áfonya darabokat, ezeket aha, bele fogom tenni szépen aha, egyenként, és a drága művésznő úgy fogja megkapni, már itt lehet látni, hogy benne vannak, azért még adagolok bele, hogy látszódjon. Íme, ebbe ezt mind bele fogom tenni, és a maradék vodkát bele fogom önteni. Úgyhogy drága művésznő, nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, jó egészséget, még legalább 100 évet kívánok színpadon, színpad mellett, otthon, és táncikáljon otthon reggel, és minden nap köszönjön a Kossuth Díjának. Csókolom, imádom. Csókolom. Ott. Hát akkor azt hiszem át is kell adnom ezt a... Mert hogy ezt valóban elhoztuk. Jaj, de édes úristen! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Megtetszik kóstolni? Nem. Most nem. Pedig hát azt szokták mondani, hogy Janka néni az végig itt a szomszédok szobazatot. Azt mondta, hát persze, de hát hol vagyok én attól, pláne ilyenkor még nem ettem jóformán csak egy falatot reggel, és hát mindjárt itt elvágódnék. Apropó Janka néni. Pásztor Erzsi úgy kapta meg a szomszédokban a pityókás asszony szerepét, hogy ő maga alig-alig iszik. Ennek ellenére szerette azt a szerepet, és egyáltalán nem bánja, hogy sokan máig azt hiszik, hogy iszik. Ezek a jó szerepek, amikor alakítani kell. Hát ez a színészet. Szóval szereti Janka nénit, és tudja, hogy sokan emiatt ismerik meg máig az utcán. Még faggatnám erről a szerepről, de váratlanul felpattan, és kivesz a szekrényből egy üveg olasz italt, és elküldi Andrásnak. Ezt meg én küldöm neki, és jó egészséget kívánok, és minden jót, és még sokáig ügyködjön ott. Most egy kicsit hagyjuk a fáradhatatlan színésznőt pihenni, és ugorjunk át a Turay Ida Színházba, oda, ahol ő kapta meg elsőként az örökös tag címet. És többet is kapott volna, ha nem lenne olyan szerény. Ha már épületünk van itt Budapesten, akkor szerettem volna, ha Pásztor Erzsi Színház. És Erzsike nem engedte. Azt mondta, hogy ő nagyon boldog lesz, de csak a halála után. Tehát az mi, hát, mit szólnának a szakmába, hogy egy élő művészről színházat neveznek el? A színháznév helyett kapott egy kis tárolót. Itt bárki megnézheti azt az aranyszínű cipőt, amelyben 1978-ban Karlovy Váriban átvette a fesztivál kritikusainak fődíját a Veri az ördög a feleségét című filmben nyújtott alakításáért. Egyébként, tudom meg Darvasi Ilonától, Pásztor Erzsi miatt máig tódulnak a színházba az emberek. Nagyon szereti a közönség, amikor egy év kihagyás után visszajött a színpadra, és az első előadása volt, hát a közönség állva tapsolta, virágokat dobtak föl neki a színpadra. Tehát nagyon-nagyon szeretik. Tehát az ő neve ki van írva, akkor nem csak a régiek jönnek, hanem új közönség, új nézők is. Egyébként nagy munkában van most a művésznő. Néhány nap múlva mutatja be önálló estjét a Turay Ida Színházban, amely csak róla szól majd. Sztorizni fog. Kérem, hogy legalább egyet meséljen el nekem a 60 esztendő legjobb történeteiből. Nem kell kétszer kérnem. Az, amikor leszakadt róla a szoknya, azt és ott van. Álltam egy fehér bugyiba, meg egy tércokniba, hát az... Ez nem akármi, és a Kézdi Gyurinak mondtam, hogy fogd meg, és hátul, mert egy gömbből jósoltam. Nem, a kezeim el voltak foglalva, Mádi Szabó volt a férjem, Kézdi Gyuri egy ilyen részeg orvost játszott, és a Kézdi fogta, amíg ki nem mentem a színpadról, addig a Gyuri jött vele, és fogta a szoknyámat hátul. És már azon jártam, és kimegyek, és agyonlövöm az öltöztetőnőt, hogy beengedett engem egy ilyen szoknyába.
de azt sem feledi el sosem, amikor elszerződött első munkahelyére Debrecenbe, amúgy férjével és korábbi osztálytársával együtt. Csak hogy ott nem várta őket lakás. A férj Holl István elment keresni, Pásztor Erzsi meg órákon át csendben sírdogált a színház előcsarnokában, egészen addig, amíg arra nem ment egy fiatalember. Kislány, miért sírsz? Hát mondom, nincs lakásunk, és különben is a férjem is elment, hát szóval előadtam ott a tragédiámat, hát azt mondja, majd én valamit próbálok, de most be kell mennem a direktorhoz, mert beszédbe vagyok hivatva. A fiatal férfi nem sokára előkerült, és folytatódott a beszélgetés. Majd nálunk elalszottak egy éjszaka, talán a Vörösdög is megengedi. Mindegy, azt hittem, a macskáról beszél. Mondom, és neked mi volt? Miért hívottak? Hát a nevem miatt. Hát mondta a direktor, hogy Hoffman, hát ilyen névvel nem lehet színpadra menni, Hoffman, az nem lehet. Amúgy később csak találtak neki nevet Debrecenben, pár nappal később már úgy hívták, hogy Hofi Géza. A két nagy színész első találkozása meghatározó volt, egészen Hofi haláláig tartották a kapcsolatot. A debreceni időkből találtam egy fotót. Rajta van Szendrő József direktor, és persze Pásztor Erzsi is, bár ő nehezen találta meg magát. És ezen én rajta vagyok? Ez a borzalom? Ez én vagyok? Igen, de nem borzalom. Hát olyan, mintha szélütött lenni. Míg készültem a beszélgetésre, átlapoztam a hajdani Filmszínház Muzsika című újságot, és azt láttam, hogy lényegében nem volt olyan nagy színész, akivel ne játszott volna Pásztor Erzsi. El is vittem neki pár képet, amolyan emlékébresztőnek. Hát itt például én voltam Sinkovics Imre anyja. Ami azért érdekes, mert Sinkovics 8 évvel idősebb volt Pásztor Erzsinél, persze az ő szakmájukban ez nem feltétlenül számít a szereposztásnál. Egy édes pali volt, egy közvetlen, kedves, neki is remek humora volt. Itt például Gyulán utánozta a színész kollégákat, hát soha ilyet nem hallottunk még. Őrjítő volt, annyira jó volt, nagyon-nagyon szerettem. Egy valakivel nem játszott együtt azok közül, akikkel szeretett volna, Dajka Margittal. Nagyjából itt jártunk a beszélgetésben, amikor én már egy kicsit feszengtem. Azt szerettem volna kérni ugyanis a művésznőtől, hogy a riport végén köszönjön el helyettem. Ráadásul ne Pásztor Erzsiként, hanem Janka néniként. Jaj, nem! Hát mit mondjak? Másnak valószínűleg hosszú percekig tartott volna valami jót kitalálni, neki 20 másodpercig. Na, mindent elmondtam, amit lehet, fiúk, fejezzük be a rumlit, elég volt. Kaptam egy kis ajándékot. Kifelé. Azt most megiszom. Adjö! Hát, nagyon erős volt. Itt van velem Dési Zoli. Most elmondhatod, nem látja, vagy te látja a művészet, de nincs itt, és nem tudja cáfolni. Tényleg nem tudtad belediktálni, hogy egy icipici ennyit, valamennyit? Azt mondta, hogy nagyon ritkán, és mostanában inkább édes pezsgőt iszik. Édes de azt is csak így kortyolgatva. És tényleg azt mondta, hogy... Mikor a művészet születésnapja, tudod? Szeptember 24-én született, úgyhogy még egy kicsit arrébb van. Na, erre emlékezni fogok, szegény édesem is akkor született, úgyhogy majd azért juttasd eszembe, jövőre, szeptember 24-én küldünk neki valami jó, nem tudom, van-e olyan, hogy jó édespezsgő? Hát... Nem tudom, de minden, küldünk neki egy jobb édespezsgőt. Mondod könyvben még sztorikat? Azt hiszem, egy könyvet meg lehetne tölteni, egy lexikon sorozatot a története. Olyan sztoriai voltak, hogy ez valami egészen elképesztő. Tehát ilyeneket mesélt, hogy mit... Csak egyet, aztán a többit a Facebook Live-ba, ezzel megpromózzuk a Facebook Live-ot. Például... Feleki Kamilnak az volt a szokása, hogy mielőtt fölment volna a színpadra, mindig beleszagolt a függöny mögé, és ha jó szaga volt a színpadnak, akkor nyugodtan ment föl a színpadra. Azt hiszem, hogy nem volt jó szaga, akkor nem ment föl a színpadra. Hát, de nem, akkor is muszáj volt.